Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Csobánolás. A székely hagyományt értették Bonyhádon és Kakasdon. A nagybányoki székelyek is tovább vitték a csobánolás hagyományát. Gasztronómia. Bemutatunk egy gyors karácsonyi székelyételt. A székelyek karácsonyi misztérium játékát a hagyományok szerint házaknál adták elő. Ezt a szokást követve köszöntötték a csobánok Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkát, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét Bonyhádon. A csobánok ezután Kakasdon gyűltek össze, ahol több csoport is bemutathatta a maga településének játékát. Évszázadokkal ezelőtt megszokott látvány volt karácsony környékén, hogy maskarába öltözött emberek járják a házakat, bebocsátást kérve és elmondva jó kívánságaikat. De ezek a képek most készültek Bonyhádon, ahol a csobánok Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének háza elé érkeztek. Betlehem városban, úgy az egész tartomány, venni egy csúnyába. A misztérium játék a 18. században alakult ki a székelység körében, és a hagyomány szerint a forgatókönyv a bukovinai falvakban kisebb eltérésekkel ugyanaz volt. Ez valamikor a pap segédlettel alakult ki, ez a misztérium játék tulajdonképpen. Ezt csak férfiak játszották, tehát asszonyok nem játszották, tehát a mai világban már gyerekeket is beszoktak engedni, tehát felnőtt férfiak játszották az egészet, és karácsony másodnapján elmentek közösen a misére, és akkor onnan, a mise után mentek a paphoz, utána a bíróhoz, és akkor házról-házra jártak. Minden házba kértek szállást, ugye, bebocsátást, hogy eljátszassák a betlemes játékot. Hát nagy szégyen volt, ha valahol nem fogadták, mert minden háznál befogadták, ugyanis az egésznek a lényege az áldásosztás. Az, hogy áldás békességet kívánunk, és tudták, hogy az áldásosztás az milyen fontos, mert akkor bizakodtak abba, hogy a jövő év a szerencsés is, és betegségmentes lesz. Nagyon pici különbségek vannak, csak tehát a Hadikfalvinál is egy pici különbség van, az Andrásfalvinál is, az Isten segítsi Betlemesnél is, de az alapja mindegyiknek ugyanaz. Tehát egy kaptafára készült az egész, egy kis módosításokkal, ugye. A befogadás és a játékban való részvétel lehetősége is nagy tisztesség volt. Törekszünk az eredetire. Én nekem könnyű dolgom van, mert én a családban mi így nőttünk föl, hogy mindig láttuk a betlemest. Nálunk az advent az abból állt, hogy még csináltuk az ilyen karácsonyi díszeket, ugye aranyoztuk be a diót, meg minden, és közben zengett a háza karácsonyi, meg a betlemes énekektől. És mi már gyermekkorban megtanultuk az egész betlemes misztérium játékot. Örülök annak, hogy a csobányok eljöttek én hozzám is csobányolni. Ez bukovinai székelyeknek egy híres szokása. Karácsonyi ünnepkörben végigjárták a házakat, és aki befogadta a csobányokat, azokat utána megtisztelték, vendégül látták, és mentek a falun házról házra. Az is tisztesség volt, akihez bementek, és akiket pedig meglátogattak, azok örültek neki. Hozzátartozott a karácsonyi népszokásokhoz. Örülök annak, hogy bár karácsony után egy nappal, igaz, a karácsony harmadik napján, hiszen régen és sok országban most is tartják a harmadik napot is, de én hozzám is eljöttek, és hát nagyon remélem azt, hogy továbbiakban is jövőre is itt lesznek, illetve együtt tudunk ünnepelni. Minden nép kultúrájában, valahogy minden keresztény nép kultúrájában megvannak hasonló szokások. A bukovinai székelyeknél ez gyakorlatilag egészen
Erdélytől Bukovináig, Bukovinától az Aldunáig, illetve ide a Völgységig megmaradt ez a népszokás. Most akik itt voltak, azok, ahogy elnézem a szereplőket, minimum 3 faluból származnak, Bukovinai Székely faluból, Hadikból, Istensegicsről, illetve Andásfalváról. Így látva a szereplőket, de minden faluban megvolt ez a szokás. Egy kicsit minden faluban más és más volt, de most egy ilyen egyveleget láthattunk. Örülök annak, hogy fogadhattam őket. A bukovinai székelyek áldást hozó játékát a nap folyamán több csoport is bemutathatta Kakasdon, ahol a csobánok találkozójára került sor. A bukovinai székelyek betlehemes játéka most már elmondhatom, hogy több mint 200 éve nagyon jelentős szerepet töltött be a székelység életében. Valószínűsítik, hogy 18. századi ferences rendhez köthető, Csíksomlyóhoz köthető iskolajátékról van szó, annak egy továbbvitt változatáról, és azt is valószínűsítik, hogy a bukovinai székelyek még az 1760-as évek derekán történt kivándorlást megelőzően tanulták meg, őrizték meg, és vitték magukkal előbb Bukovinába, majd a bácskai időszakban, és éltették tovább ezt itt a Dunántúlon is. Nem csak a Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyékben élő bukovinai székelyek, hanem az Érden, Déván, Csernakereszúron, sőt az Aldunán, Hertelendi falván, Székelykevén is él ez a népszokás, tehát ott is tovább éltették. Tehát ez azt bizonyítja, hogy évről évre, karácsonyról karácsonyra megélik a kis Jézus születésének csodáját, és ehhez a betlehemes játék az, ami hozzájárul igazából. Ami fontos tudni erről a játékról, hogy ez igazából a házas embereknek a szokása. A legények jártak megénekelni a leányokat, családok jártak egymáshoz az ablak alatt szent énekeket énekelni, tehát megénekelni a másik családot. Viszont ez a 25-től nagyjából aprószentekig járt házalószínjáték, ez elsősorban a meglett férfi emberek játéka. Két kivétellel, két legény, fiatal legényke játszhatott benne, mind férfi szereplői vannak. Két fiatal gyermek játszhat még benne, a Mária és az angyal szerepét. Ők egy ilyen angyalarcú, széparcú kis fehér szőke gyermekeket lehettek a leírások szerint, akik követhették a játékot, és ők nőttek bele aztán később egy-egy szerepbe. Mindig egy-egy szervező, kántor, énekeshez köthető, mindig egy-egy kiemelkedő személyiséghez köthető ennek a játéknak a tovább tanítása. Advent elején kezdték el a játékot betanulni, és mindig egy-egy szervező gazda vállalta a szerepet, hogy megkeresi azokat a házakat, ahol befogadják majd a csoportot, és igazából a szálláskerestést ő végezte el, és betanította a játékot, előbb szájról szájra terjedt, majd később lejegyezték ezeket a szövegeket, és ami nagy fordulatot jelentett, 1948-ban már filmre is vették a betlehemes játékot, úgyhogy a mai tanulóknak, mai csoporttagoknak már nagyon könnyű dolga van, hiszen hangfelvétel, kotta, lejegyzés és filmfelvétel is szolgálja minél hülyebb tanulást. Jézus születésének történetét adták elő a nagymányoki székelykör tagjai a településen advent utolsó hétvégéjén. Mint ahogy azt az előzőekben hallottuk, a csobánolás egy olyan hagyomány, amelyben a szövegen és a mozdulatokon sem változtattak ez idő alatt. Ezt szeretnék minél több emberrel megismertetni.
Advent utolsó hétvégéjét csobánolással ünnepelték nagymányokon. A bukovinai székelyek betlehemes játékára, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokásra sokan voltak kíváncsiak a településen. Csobánolás, ez egy népszokás, az egész magyar nyelvterület egyik legteljesebb, legnagyobb időtartamú és legjobban megszerkesztett népszokása. Ugye a betlehemi története, amikor a kis Jézus születik és a pásztorok őt köszöntik, igazából ezeket a karaktereket, ezt a népszokást még Bukovinában hozták magunkkal az őseink, ezt már ott is így adták elő, és nagyon fontos, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogy milyen szavakat használunk, milyen mozdulatokat, hol hangsúlyozunk, mindent úgy kell csinálni, ahogy azt csinálták régen, ez már Bukovinában is erre törekedtek, csak mindig úgy, hogy egy kicsit jobb legyen, mint az előző évben. Teljesen autentikus, ezt a bukovinai férfi emberek csinálták, tehát ez nem gyerekeknek volt szokása, igazából ez épp ezért a gyakorlás idejére asszonyok nem is voltak ebben, meg lányok, ugye most már itt a magyarországi környezetben már ők is szerepet kapnak, de Bukovinában Máriát egy fiatalabb gyermek, az angyalt pedig egy kisgyerek alakította. A csobánolás nem csak karácsony előtt volt jellemző, a dramatikus játékkal egészen január 7-ig járták a házakat a régi időkben. A történet, hogy megy József és Mária szállást keresnek Betlehemben, a király őket először nem akarja beengedni, aztán mondja, hogy a városban nem jöhetnek be, de van egy kis istálló, ott megszületik az megváltó, és jönnek a pásztorok, akik köszöntik őket. Egy kis bolondozással, a pásztorok esetlen mozgása, szöges ellentétben van a király feszes, kemény katonás mozdulataival, akit én személyesítettem meg, én vagyok itt a rossz fiú, és utána a pásztorok kis Jézusnak ajándékot adnak, majd tréfásan felszólítják a gazdát, hogy ha már eljöttek az ő házába, akkor egy kis útravalóval lássa el őket, hiszen ezt Bukovinában úgy csinálták, hogy házról házra jártak egészen vízkeresztig. A csobánolást a nagymányoki székelykör tagjai és néhány másik településen élő, szintén székely származású ember adta elő a nagymányoki piac téren advent utolsó hétvégéjén. Mikor megkerestek ezzel a lehetőséggel, én nagyon nagy örömmel elfogadtam, hiszen én ezt a betlehemest már előadtam Kakasdi csoporttal ezelőtt 20 esztendővel, és most újra színpadon kerültem, akkor mint királyszolga, most pedig király szerepben. Midőn Krisztus Jézus roblott istállóban, ez teljesen autentikus és ugyanaz. Ez, hogy még a hangsúlyokra is oda kell figyelni, hogy a király mikor fordul, mikor bokázik, milyen mozdulatokkal, mikor emelik fel a pászok fel a botot, minden, ez egy szigorú dramaturgiája van ennek. Hozzátette, a több mint 120 éves hagyományt meg kell őrizni, és minél több emberrel meg kell ismertetni. Ez egy olyan dolog, ami egy támpontot az embernek a mindennapokban, hogy tudja, hogy honnan érkezik, honnan érkeznek az ősei, és hova tart, és ebben a szemben éli meg az életet, és ebben a szemben neveli a gyermekeit, akkor ez egy jó útnak tartom. Szálljátok meg, ó ti keresztények, szűz anyát, s megváltó Istenetek. Minden népcsoport gasztronómiájában megtalálhatóak bizonyos ünnephez köthető ételek. Most egy olyan ételt mutatunk be, amelynek előnye, hogy gyorsan elkészíthető. Hát a székelyek először is a galuska az a főétel volt, húsleves volt főtt hússal, tormával, széklás tormával, és valami húsos, ilyen sült húsok is voltak. A krumpli is úgy mondják, hogy székelyesen, hogy a pityóka, az is a körítésként a főételhez tartozott. A sütemény annyira, mint mostanában ezek a finom sütemények nem igen voltak, hanem inkább a kelt kalács volt, a mákkal, dióval töltött kalácsok voltak, ez a fő étel volt karácsonykor. És ez általában minden családnál így szoktak, sőt, hát amikor mentek a gyerekek kántálni, vagy betlehemes vonulás volt a falvakba, vagy a faluba, akkor is megkínálták a gyerekeket ilyen kalácssal, dióval, ilyesmivel, hogy örültek, hogy ilyen felkeresik a házat, tehát a házukat a gyerekek, akik mentek betlehemezni.
A mai ebédünk tejfölös csirke, tejfeles csirke, ahogy a székelyek is mondják, tejfölös csürke, csürkét így mondták a székelyesen, az lesz az ebédünk, mert valahogy puriszkával, vagy máléval, ez is egy hagyományos étel volt. Egyrészt, hogy most itt karácsony előtti készülődésben ez egy gyors étel, a csirke is ugye hamarabb megfő, a puriszka 6 perc alatt készen van, és utána most kezdtük el csinálni ezt a krumplit, reszelünk, tócsnit még hozzá sütünk, és akkor ez lesz a mai ebédünk. Ez pontosan azért, mert ez egy gyors étel. Tehát főleg, amikor régen az őseink, a szüleink, nagyszüleink dologban voltak, dolgoztak, akkor ezt gyorsan összedobták ezt az ételt, és akkor mehetett a munka. Tehát nem volt annyira igényes, a munka igényes, mert hát hamar megfőtt minden. Hagymát dinszteltünk, és vágtam bele paprikát, fehér paprikát, paradicsomot, azt megdinszteltük. És utána piros paprika, egy kis őrölt bors és só. És akkor beletettük a húst, és egy kicsit dinszeljük a húst, és utána engedjük fel, ha már egy picit sült benne a hús, utána engedjük fel vízzel. És a végén, ha készen van, akkor behabarjuk tejfeles, lisztes mártással. És az lesz a mártásos csibehús. És a puliszkát meg darával keverjük, és akkor utána lisztet is szórunk bele. Azt tetszik szerint, ahogy majd látom, hogy mennyi kell bele. Lereszeljük a tócsnit, utána összekeverjük két tojást, egy kanál tejfölet, a tejfölet már az olyan benne van, és fűszerezni ezt is, és akkor lisztet, amennyit fölvesz, és akkor kanállal szaggatjuk a forró olajba. Négy szemére, hát egy kiló, attól függ, mekkorák a krumplik, hát én olyan négy nagy krumpliból szoktam csinálni otthon. Attól függ, hogy milyen nagyok a krumplik. Egész apró lukon kell reszelni, mert ilyen maszla, tehát ilyen lágy kell legyen a nyers krumpli, mert így lesz olyan, mintha ez kell a tócsnihoz. Ezért egy egész apró lukon reszeljük meg a krumplit. De ha kérdi, hogy ki rakta, mondjad, hogy egy árva rakta, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia csuhaja.
kanállisztet teszek, mert túl sok a és akkor tejfölet. Pakson voltunk, meghívást kaptunk egy Puliszka fesztiválra, és nagy lendülettel, nagy izgalommal készültünk, és sokféle Puliszka ételt csináltunk. Puliszka pizzát, akkor Puliszka tortát is ütöttünk, túros Puliszkát az mindenképpen, és Puliszkaból gombócot, és nagy sikerünk volt. Úgyhogy igen, sokféle étel van, amit már tehát a régi ételből modernizáltuk, mert régen nem volt ilyen, hogy Puliszka pizza, meg Puliszka gombóc, de hát most összehoztuk, és nagyon sikeres volt. Ízlet, és tényleg keletje volt, mindenünk elfogyott, mert akkor itt kínálni is lehetett a vendégeket, akik ott voltak a fesztiválon. Kezdem a darával, és ezzel keverem úgy, mint a grízt például. Állandóan kell kevergetni, hogy ne legyen csomós. A puliszkát nem fakanállal keverték régen, hanem kimondottan volt puliszka keverő, az olyan, mint ez a sodrófa, csak kicsit vékonyabb. És ezzel keverték a puliszkát, és általában üstbe főzték, ilyen kis, kimondottan azt a puliszka üstöt mondták. Mert ugye nem volt ilyen tűzhely, és parheltok voltak, és így. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!